A 10 évesektől kezdve a 21 évesekkel bezárólag 8 korosztályban közel 200-an röplabdáznak a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. A bázisiskolának számító Móricz, BEM és Arany mellett a toborzásnak köszönhetően más intézményekből is kerültek be gyerekek az előkészítő csoportokba. A legkisebbek tornarendszerben versenyeznek, a nagyobbak pedig már több hónapos sorozatban harcolnak az országos döntőbe jutásért. A nyíregyháziak 5 korosztályban kerültek be a 6-os, a 13 éveseknél 12-es fináléba. Az U21-esek a 5. helyen végeztünk. Itt azért tudni kell, hogy az U21-es bajnokságban visszajátszhatnak a felnőtt csapat keretei. Ugye előző szezonban mi ezt a bajnokságot megnyertük, de hát akkor még tudott játszani Varga Eliza. Most idén sajnos, mivel az elődöntő időpontja ütközött, ezért őt se, és Tóth Fruzsit Tordalmát se tudta nélkülözni a felnőtt csapat, tehát egyedül Szabó Lili vett részt az országos döntőn. Az előkelő 5. helyet szereztük, meg én úgy gondolom. Az U19-es csapatunk Hajszár Hírján maradt le a bronzéremről, 4. helyen végeztünk. Nem sok különbség volt, gyakorlatilag majdnem ugyanaz a gárda versenyzett, mint az U21-es bajnokságban. Az U17-esek első évesekként és sok gyerek korosztályú játékosként 6. helyen végzett. Az OGB rácsapatunk a gyerekbajnokságban szintén a 6. helyen végzett. A fő cél természetesen az, hogy az utánpótlásból minél több játékos kerüljön be a Fátum Nyíregyháza felnőtt keretébe. A U15-ös korosztályba tartozó kinduzolati a korosztályos válogatottunk. Ő neki megvan az esélye, hogy oda fölkerüljön, de én úgy gondolom, hogy több olyan játékosaink vannak az U17-es, illetve az U15-ös korosztályba is, akik oda kerülhetnek. Nagyon sok munka van még számukra, megpróbáljuk egyéni képzésekkel az ő tehetségüket még jobban kibontakoztatni. Ugye kérdéses lesz, hogy a későbbiek folyamán ők mennyire gondolják komolyan a röplabdát, és mennyire fog ütközni esetleg a tanulással. Hát megpróbáljuk úgy segíteni az életüket, hogy azért a tanulás mellett legalább most itt az elején mindenféleképpen a röplabda legyen még fő cél. A nagyobbak számára augusztus elején kezdődik el a felkészülés napi 2 edzéssel. Az első vagy a második héten valamennyi együttes edzőtáborba utazik. A kisebbek a tanév indulásakor kezdik el az edzéseket.